A Móra Ferenc Abay öröksége a Szűcs Mesterség című új időszaki kiállítás a Kisködben Egyesület, a József Attila Múzeum és Bölcsök Attila néprajzi különgyűjteményének tárgyaiból állt össze. A tálaton a mesterség hagyományos eszközeit és késztermékeit, mint például hímzett subákat és ködmönöket tekinthetnek meg az érdeklődők. Itt olyan kuriózumokat is láthatnak, mint az orosházi Kovács család hagyatéka, vagy mint a múzeum birtokában lévő Szűcs céllevél. Ehhez kapcsolódva ebben az évben az intézmény megvásárolt egy cépecsétet is, amelyet még 1818-ban készítettek. Ezt a mesterséget, ezt a kihalófélben lévő mesterséget szeretnénk megmutatni a mai élő gyerekeknek, milyen nehéz munka volt, milyen speciális eszközei voltak, és milyen gyönyörű dolgokat készítettek. A megnyitó ünnepség után kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be a József Attila Múzeum kulturális lapjának legújabb számát. A Makói História 2016-os kiadványa többek között a tavaly novemberi Pásztor Nemzedékek című kiállítás anyagát tartalmazza. A folyóiratot Nagy Gábor szerkesztette, mellette olyan szakmájukban elismert személyek írtak bele, mint Juhász Antal, a Szegedi Tudományegyetem néprajzi és kulturális antropológiai tanszék nyugalmazott professzora, vagy Harangozó Imre, az Ipoly Arnold Népfőiskola vezetője. A mostani publikáció előhírnöke egy majdani nagy kötetnek, amely a makói és környéki, illetve a dél-alföldi pásztor életet fogja bemutatni részletesen. Ez egy fehér folt itt a néprajz tudományában. Itt az elődeink a történelemmel, irodalomtörténettel, mindennel foglalkoztak. Valahogy ez nem került szem elé, nem volt fontos számukra. Most mi ezt fontosnak tartjuk, mert még most találhatunk olyan pásztorokat, akik a hagyományos módon tartják az állatokat, hagyományos módon ugye a család együtt dolgozik, apáról fiúra öröklődik itt is a mesterség, tehát még most a 24. órában vagyunk, és erről az ősi mesterségről, ősi foglalkozásról olvashatnak a históriában. A kerekasztal beszélgetésen a szerzők saját írásaikat népszerűsítették, az eseményen még olyanok is részt vettek, akik a mai napig pásztorkodással, jutartással foglalkoznak. A Bölcsök Attila rendezte kiállítás nyitvatartási időben egészen május végéig megtekinthető a József Attila Múzeumban.